Ismét gyerekkönyvklubbal várták a kicsiket a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban, amely során számos vidám programon vehettek részt a vendégek. Bíróné Tóterik elmondta, a koronavírus járvány óta idén szerveztek újra gyermekprogramokat. A Gárdanyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban ősztől kezdtük újra a gyerekprogramok szervezését. Felnőtt Olvasóklub már régebben is működött, illetve még a járványos időszak előtt gyerekkönyvklub is volt, és idén ősszel kezdtük újra ezt a programsorozatot. Havi rendszerességgel különböző témákat dolgozunk fel, részben könyvajánló, részben pedig kézműves, kedés -kéznöves foglalkozás keretében. Voltak már állatok, növények, utazás, közlekedés, ami most a témánk, illetve a zene lesz még idén. Ebben a fél évben. A Gyerekkönyvklubban a fiatalok a könyvek világából ismerkedhettek meg játékos formában. A program célja az olvasás népszerűsítése. A foglalkozás témája a közlekedés volt. Egyrésztről próbáljuk nekik megmutatni a, a könyvek világát, hogy hogy épülnek fel a, hogy épül fel egy könyv, hol találják meg a könyvtáron belül a könyveket, ez az egyik célunk másik az olvasás a harmadik pedig egy kéznőves foglalkozás, hogy valami játék is legyen benne. Lehet bármilyen korosztály, jöhet piciktől kezdve, az óvodásoktól kezdve, a felső tagozatosokig sokféle korosztályból tevődnek össze a gyerekek. A Gárdonyi a Művelődési Ház és Könyvtárban legközelebb jövő héten tartanak majd felolvasó estet Bobori Zoltánnal. December 12-én pedig ismét egy felnőtt könyvklubra várják a vendégeket.